Szeretettel köszöntjük a február 18-ai heti friss minden kedves nézőjét. Elsőként a Vigadó híreivel kezdünk. Február 24-én 15 órakor a Petőfi Sándor utcai emléktáblánál a kommunista diktatúra áldozataira emlékezünk. Emlékbeszédet mond dr. Zsombok László polgármester, Kaldenekker Feri bácsi pedig felidézi emlékeit. Február 27-én iskolai és óvodai csoportok részére szervezett délelőtti előadásra van lehetőség jelentkezni, hiszen ismét Monorra látogat a Kolompos együttes, akik farsangi koncerttel készülnek a gyerekeknek. Bejelentkezésre a Vigadó elérhetőségein keresztül van lehetőség. Március 3-án 18 órától a Vigadó dísztermében nézhetik meg Kaszás Géza filmét, a Lovasi Jászt. 14 éves kor alatt a belépés ingyenes. Újra lesz Operett Gála Oswald Marikával március 19-én 17 órakor a Monori Vigadóban. A tehetséges fiatal társulat, az Operett Voices és az Operett Nagyasszonya több teltházas előadást követően ismét Monorra látogat, hogy szórakoztassa az operett szerelmeseit. A programra szeretettel várják Önöket a szervezők. Dr. Borzsák István városi könyvtár és helytörténeti kiállítás pályázatot hirdet egy fő informatikus könyvtáros munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje 2017. február 27-e. Bővebb tájékoztatást Hajdú Zoltánné nyújt a 0629 412 246-os telefonszámon. Monorváros önkormányzata pályázatot hirdet a monori Kossuth Lajos óvodába egy fő óvodapedagógus intézményvezető munkakörbeosztás betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje április 20-a. Bővebb tájékoztatást a város honlapján kaphatnak, illetve Burján Sárdortól kérhetnek a 0629 612 305-ös telefonszámon. Monorváros önkormányzata a 2017. évi első testületi ülésén hozott határozata alapján a monori óvodák nyári zárvatartása a következők szerint alakul. A monori Kossuth Lajos óvoda és a monori Napsugár óvoda június 26-a és július 27-e között, a Petőfi óvoda június 19-e és július 14-e között, míg a Szivárvány óvoda és a Teszvesz óvoda július 24-e és augusztus 18-a között lesz zárva. A testületi döntés értelmében a monori bölcsöde április 21-én gondozás nélküli napot tart, nyári zárvatartása július 17-től július 31-ig tart. Február 14-én megkezdődtek a sportcsarnok kivitelezési munkái. Először a terület előkészítésével kapcsolatos feladatok kerülnek elvégzésre. Erre való tekintettel továbbra is kérik a nagyobb figyelmet a Balassi Bálint utcában és a Balassi Bálint utca Nyitrai utca kereszteződésében a munkagépek gyakoribb megjelenése miatt. Ha szeretnének friss információkról értesülni, kövessék nyomon a Gemini Televízió a Megújuló Város rovatát. Látogassanak el a www.monorisportcsarnok.hu oldalra, illetve a Sportcsarnok közösségi oldalára. A monori önkormányzat képviselőtestülete február 16-án tartotta soros ülését, melyen 22 napirendi pont megtárgyalásával foglalkoztak. A napirendi pontok között szerepelt többek között a Vigadó, a Kövász ZRT és a Városfejlesztő Kft. Üzleti tervének tárgyalása, a költségvetés elfogadása, az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása és az iskolai felvételi körzethatárok véleményezése is. Zárt ülés keretében 4 napirendi pontot tárgyalt a testület. A kiemelt napirendi pontokat jövő héttől az első kézből rovatban láthatják majd. A Kövász ZRT értesíti a lakosságot, hogy február hónapban a következő időpontokban kerül elszállításra a sárga zsákos hulladék. Monor 1-es körzetében február 20-án, a 2-es körzetben február 21-én, a 3-asban február 22-én, a 4-esben február 23-án, az 5-ös körzetben pedig február 24-én. Péteriben és Vasadon ugyanazon a napon február 27-én, míg Monori Erdőn február 28-án szállítják el a sárga zsákos hulladékot. A szolgáltató kéri Önöket, hogy a forgalmat nem akadályozó módon tegyék ki ingatlanjaik elé a zsákokat.
A Monori Rendőrkapitányság több állomásból álló közlekedési vetélkedőt szervez március 11-én a rendőrkapitányság illetékességi területén élő családok részére. A jelentkezés feltételei: legalább 3 fős családoknak kell jelentkezniük, illetve a család gyermekkorú résztvevői általános iskoláskorú gyermekek legyenek. A verseny első 3 helyezettje értékes ajándékot nyer, továbbá minden résztvevő jutalomban részesül. A vetélkedőn való részvétel ingyenes. Jelentkezési határidő március 5-e. A jelentkezéseket az alábbi elérhetőségekre várják: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 86, postafiók 5-ös, telefon, illetve fax 0629 410 367, e-mail cím pedig sabo@toth.a/pest.polisz.hu. A Mosolyért Közhasznú Egyesület a balesetek gyorsabb mentése érdekében a Monori és környéke mentésügyiért alapítvánnyal kötött szerződés értelmében jelenleg a monori mentőállomásnak szeretne segítséget nyújtani lapáthordággyal, fejrögzítővel, valamint egy infúziós pumpával és égési kötszerekkel. A készülékek együttes értéke 750 000 forint. Felajánlásaikat utalással vagy értékleveles postai úton tudja eljuttatni az alapítványhoz. Az ön által felajánlott összegről adóigazolást állítanak ki, mely 100%-ban elszámolható költségként. Felajánlásaikat megtehetik az Erste Banknál vezetett 11 60 00 06, 8 darab 0, 13 80 33 39-es számlaszámra. A közlemény rovatba írják be a Monori mentőállomás javára szöveget. Az alapítványról és munkájukról a www.mosolyért.hu oldalon kaphatnak további információt. A Monori Napsugár óvoda javára jótékonysági retro diszkó lesz március 11-én a Jászai Mari Általános Iskola aulájában. A jó hangulatról a két szuri gondoskodik. Sztár vendég a New Dance World tánccsoport. Éjfél után tombola húzás lesz értékes nyereményekkel. A fődíj egy wellness hétvége. Az óvoda szülői munkaközössége a helyszínen büfét működtet. Jegyek csak elővételben kaphatók a Monori Napsugár óvodában. Minden 18 éven felüli szórakozni vágyót szeretettel várnak a szervezők. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, heti friss jövő héten is lesz.